Szeptember 1-től alapvetően változott meg az egyik legnépszerűbb adózási forma, a kata. Ezért kis- és középvállalkozóknak szervezett tájékoztató fórumot a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Tolna megyei szervezete. A VOSZ mindig is igyekezett a vállalkozásoknak az érdekében fölépni, elsősorban a kisvállalkozások érdekében, és ez most pont erről szól, hiszen a kata változása ugye elsősorban a kisvállalkozásokat, egyéni vállalkozókat érinti, és ilyen viszont még soha nem volt, hogy meghoznak egy változást, egy új jogszabály, ami nyilván szigorúbb feltételeket teremt a vállalkozások számára, viszont a NAV tart előadást arról, hogy hogyan lehet a legkedvezőbb formába átlépni, és hogyan tudják a vállalkozások továbbra is nyereségesen végezni a munkájukat. Elég hirtelen jött ez a változás. Tehát senki nem számított rá. Volt róla szó, hogy lesz, de mindenki úgy gondolta, hogy ez majd csak január 1-től fog életbe lépni, és erre ugye hirtelen ez az augusztus 31-es dátum azért sok embert már bevágott. Elsősorban úgy látszik, hogy azért a könyvelők igyekeznek felkészülni erre a dologra, és ugye ők megpróbálják ugye a tanácsaikkal támogatni a vállalkozásokat. Elég sok helyen, NAV honlapján, stb. Megtalálhatók olyan információk, amik segítik a vállalkozásokat, VOSZ honlapján szintén. Tehát nagyon sok olyan kalkuláció található az interneten, hogy kinek mibe érdemes ugye átlépni. Tehát tényleg azért azt kell, hogy mondjam, hogy a hirtelen változás ellenére is talál olyan információt a vállalkozó, amivel tovább tud lépni. A megszűnés szabályai megváltoztak, vagyis kibővültek, ugye a kifizetőtől származó bevétel például. A tételes adófizetési kötelezettség is változott, ugye eddig volt a 25, 50, 75 ezer forint, most ugye ebből csak az egy darab 50 ezer forintot lett. Banic István, a NAV Dél-Dunántúli Tájékoztatási Osztályának ügyfélkapcsolati referense szerint számos teendője lett az üzlettulajdonosoknak. Elsősorban ugye ki kell választani, hogy milyen adózási módot szeretnének alkalmazni, az ahhoz szükséges bejelentéseket megtenni, és hát azt gondolom, hogy az adótudatosságot erősen kellene növelni a vállalkozásoknál, mert az eddig a kata az olyan egyszerű volt, hogy befizettem az 50 ezer forintot, vagy a 25 ezer forintot, és akkor évente adtam egy darab bevallást. Most azért ennél sokkal jobban oda kell figyelni az adózási feladatokra, azt gondolom, és emiatt szükséges felkészülni arra, hogy mik várható, vagy mikkel fognak szembesülni majd az évek során. Egyéni vállalkozók alapvetően két adózási mód közül választhatnak. Van a vállalkozói jövedelem szerinti adózás, ez ugye a bevételek, költségek, és a kettő leegyszerűsítve, hogy a kettő különbözete az, ami ugye az adóalapot képezi, és van az általányadózás, amit még az egyéni vállalkozók esetében ott pedig egy fiktív költséghányaddal számolhatnak, attól függ, hogy milyen tevékenységet végeznek, 40-80 vagy 90%-os költséghányadot alkalmazhatnak, és akkor az alapján fizetik meg az adókat, járulékokat. A társas vállalkozásoknál pedig a kisvállalati adó és a társasági adó az a kettő adó, nem ami megmaradt, ezek közül kell nekik dönteni, hogy akkor melyikben folytatják. Az értékhatárokat nagyon oda kell figyelni egyes ugye ez mind az általányadózásnál, mind pedig a katánál, hogyha valaki ott marad, azért oda kell figyelni arra, hogy mondjuk az áfa alanyi mentesség az nem változik attól, hogy valaki adóalanyiságot változtat. Tehát ezekre azt gondolom, hogy ezekre nagyon fontos odafigyelni. Katások csak és kizárólag a főfoglalkozású egyéni vállalkozók maradhatnak. Azok, akik az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozók, tehát kiesnek a kata köréből például azok az egyéni vállalkozók, akik csak az SZIA törvény szerint voltak egyéni vállalkozók, eddig mint például az állatorvosok, az egyéni ügyvédek, szabadalmi ügyvivők, stb. A társaságok meg egyértelműen mindannyian kiestek a katázás lehetősége alól, tehát a betétett társaságok, KKT-k, ők mindenképpen meg az ügyvédi irodák, akik eddig lehettek hatások, ő nekik biztos, hogy valami mást kell választani. A VOSZ Tolna megyei szervezetének közel 700 tagja van. Az elnök elmondása szerint egy hónap alatt 90 új tagja lett a szövetségnek. Országos viszonylatban pedig 1100 vállalkozó csatlakozott a társasághoz az elmúlt 30 napban. Vannak olyan vállalkozások, akiknek emiatt ugye a megszűnésben kell gondolkodniuk, viszont én úgy látom, hogy azért a vállalkozásoknak a nagy része próbál tovább lépni, hiszen fenn kell tartani a családját, neki is ugye valamiből élnie kell, és megszokta azt a rendszert, hogy ugye nem alkalmazottként dolgozik valahol, akkor azért megpróbál mindenféleképpen
valamilyen szinten tovább élni. A VOSZ amellett, hogy ugye a vállalkozásokat információval ellátja, nagy sikerként kell, hogy értékeljük azt, hogy a Széchenyi kártyának a folytatását is sikerült elérnünk a kormánynál, és a Széchenyi kártya Max néven most már újra elérhetőek a vállalkozások számára a kedvezményes hitelek, amik szerintem pont segíthetnek abban, hogy túléljenek a vállalkozások. Van benne egy olyan pont, ami mindenképpen szerintem most nagyon aktuális, ez pedig a rezsi fizetéséhez ad segítséget.